Mi az a Hitler szalonna? A náci Németország szupertitkos projektje a világ meghódítására? A Tigris tank lánctalpa? Ha ma csak egyszer szóba kerül Hitler neve, egy átlagos ember, aki tisztában van valamennyire, hogy ki is ő, összeborzad, főleg azért, amit tud róla. No de mi ez a Hitler szalonna? Félni kéne tőle? Kétféleképp is leírhatjuk, mindkettő nyelvtanilag helyes. Hitler szalonna nagy kezdőbetűvel és kötőjellel, illetve Hitler szalonna egyben leírva kisbetűvel. Eredete az első világháborúra vezethető vissza. Az osztrák-magyar monarchia magyar katonáinak ételt is kellett vinnie a hosszú útra, és a harchoz elengedhetetlen volt az energia utánpótlás. Nos, egy magyar katonának elsődleges élelme a szalonna volt. Mivel a monarchia biztosította az élelmiszerellátást, ezért a katonák között a köztudatban úgy maradt meg, hogy a szalonnát és a zsemlét Ferenc József osztrák császártól és magyar királytól kapták, így maradt meg a császár szalonna és a császár zsemle szavunk. Az ezen a néven futó élelmiszerek valamelyest hasonlítanak is azokra, amiket több mint 100 éve elődeink fogyasztottak, ráadásul ezek osztrák eredetű ételek, amiket németül szintén így hívnak. Most csak a magyar vonatkozást ismertettem, az osztrák ételek etimológiai művoltjába és azok eredetére nem tartom relevánsnak, hogy most kitérjek. A II. Világháborúban már előfordult, hogy az élelmiszer ellátmányt a magyar katonák a németektől kapták, így pedig az élelmet Adolf Hitlertől eredeztették. A menü azonban nem volt annyira magyaros, a szalonna helyett ugyanis rendkívül tartós, zselés állagú, enyhén kemény legvárt adtak a katonáknak. A magyar katonák ezt nevezték Hitler szalonnának, amit a Donkanyarnál senyvedő magyar és német katonák tapasztalatai alapján egy könyvben is rögzítettek, hogy a Hitler szalonna ott az egyetlen étel, ami népszerű és megbírnak enni a magyarok, a többi német menüt, a halat, a pudingot és a sajtot nem. Ez a fajta lekvár tökből készült, amit különféle ízvilággal láttak el adalékanyagok és tartósítószerek segítségével. Egyes kutatók szerint hasonló volt a gyümölcssajthoz. Egy szóbeli legenda szerint Hitler a vegyészeit személyesen bízta meg egy mesterséges étel kitalálásával, ami olcsón előállítható és kiváló energiabomba lehetne a német katonák számára, azonban ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen forrás, ami a rendelkezésünkre állna. Eredeti célja valóban az volt, hogy a katonák étkezését sokszínűsítsék és minél több tápanyaghoz juttassák a szervezetüket, de a szegényebb civil lakosság körében is népszerűsítették, íze és felhasználása miatt a mai napig fogyasztjuk. Azonban, ha nem tudod, hol keresd a boltban, kérdezd meg az eladót, hogy árulnak-e sütőlekvárt, illetve sütésálló lekvárt, ugyanis ma így hívják, de nevezik gyümölcsíznek is. Igaz, nem olyan az ízvilága, mint az eredetinek, de ez is valami. Ha szereted a buktát, akkor ettél már ilyet biztosan. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó, ha tetszett, akkor lájkold, és ha nem tetted, iratkozzál fel, kövessél Facebookon, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!